Füves erdős területek. A leggyakrabban ilyen helyeken szedhető össze a kullancs, akár egy nyári piknik alkalmával. Ugyan a hosszantartó kánikula jellemzően elriasztja az élősködőt. Az egyes napokra jellemző csapadékos vagy hűvösebb időjárás után sok előfordulhat belőlük a zöld felületeken. A kullancs leggyakrabban kétféle kórokozót hordozhat és juttathat be az emberi szervezetbe, mondta el dr. Szondi Györgyi, a Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórház bőrgyógyászati osztályának főorvosa. Egyrészt egy vírust, ami vírusos enkefalitiszt okozhat, másrészt pedig egy baktériumot, a Borrelia burgdorferi nevű baktériumot, amely a Lyme-kórért felelős. Amikor rákerül az emberre a kullancs, akkor attól függően, hogy mennyi ideig van a rajtunk, attól függ, hogy milyen valószínűséggel kerül be a kórokozó az emberbe. Abban az esetben, hogyha hamar kivesszük a kullancsot, akkor kis eséllyel fertőzi meg az embert, de amennyiben sokáig benne van, akár 2-3 napig is, akkor nagy valószínűséggel meg fogja fertőzni. Fontos tudni, hogy amennyiben kullancsot észlelünk magunkon, semmilyen rovarirtószert vagy krémet ne alkalmazzunk. Ilyen esetben ugyanis a kullancs az idegen anyag hatására öklendezni kezdhet, ezáltal a benne lévő kórokozó könnyebben átkerülhet a szervezetünkbe. Érdemes ugyanakkor mi hamarabb kiszedni bőrünkből az élősködőt, de fontos, hogy ezt se kézzel, hanem segédeszközzel tegyük. Patikákban lehet kapni jó minőségű kullancs kiszedő csipeszt, és akkor azzal egy határozott mozdulattal kell eltávolítani. Ugye az a lényeg ennek a kullancs kiszedő csipesznek, és azért speciális, mert amikor megfogja a kullancs feje alatt a kullancsot, akkor nem nyomja össze a kullancsnak a testét, tehát ezért nem jó az, hogy kézzel kiszedni a kullancsot, hanem mert ne nyomogassuk a kullancsot, mert akkor is bekerülhet a kórokozóba, hanem ezzel a kullancs kiszedő csipesszel kell határozott mozdulattal kiszedni. Ha hosszabb ideig nem vesszük észre, és napokig, vagy akár egy-két hétig is fertőz a kullancs, jellemzően magas láz és bőri elváltozások jelentkeznek. Érdemes ebben az időszakban a házi kedvenceket is naponta átvizsgálni, ezek a tünetek és betegségek ugyanis náluk is felléphetnek.